a futószalagon egymást érő Queen világslágerek kitűnő zenei hangulati aláfestést jelentettek a rajtnál is. Sokan futottak már síkon, telepen, sárban, esőben félmaratont, sőt, a rekordot jelentő 2000-es mezőnyben, itt a borvidéki félmaratonon, százakban mérhető az is, hogy kik azok, akik már egyszer teljesítették a maratont, a 42 kilométer 250 métert. De itt a szurdokos hegy és lejtmenetben közlekedve nem egyszerű történet a 11, a 16, a 22 kilométer, hát még a félmaraton plusz az új versenyszám a 30 kilométer teljesítése. Nem csak egyénileg, hanem két-három fős csapatokban is. Vagy sikerül, vagy nem, olvasható volt az első bálozók arcáról, akiket persze segítettek a jobbak és erősebbek. Színes tarkaság és bohémség a Köbön, Szekszárd első számú szabadtéri rendezvény központjában a Béla téren. Az öltözetek megállítják a járókelőket. A bajai lányokra aztán tényleg nem lehet nem odafigyelni, mit nekik a 30 kilométer, mindannyian egyéniben vállalták ezt. A fellépő kritikus szakaszokon bíztak az egymás támogató kohézióba. A fröccsös frissítő állomások is a borvidéki futóversenyek sajátosságai. Ács Rezső az első komolyabb frissítő állomáson, mint fröccsosztó szerepben. Önkéntes, a város első embere, már nem először a borvidéki dzsemborin. A tavaly évben is a borvidék félmaratonnál a Béla Király téren már segített a frissítő osztásában. Most természetesen ezt a hagyományt folytatom itt a kablár közben. Mindenféleképpen szeretnék én is személyesen hozzátenni ennek a nagyszerű versenynek a sikeréhez. Hát az 5 km lefutásában gondolkodom, egyelőre még a tervezés szakaszában vagyunk csak. A mezőnyben a szomszédos sárközi települések hosszú távfutó is jócskán felfedezhetőek. Az Őcsényi Hajnovics Zoltán túl a 60-on ezúttal is kísérletet tesz, hogy az általa már lefutott 16 kilométer hogy is néz ki borvidéki körülmények között. De mondjuk ez nem igazából futóverseny, hanem ez egy ilyen túlélő. A picik biztos, hogy nem. Na, nehéz, nagyon nehéz. Csak síkságon futok, ezért nehéz nekem most. A tarka tömeget lassan, de biztosan szétszabdalták a szekszári történelmi borvidék völgyei, lankái. Az amatőr futók százainak igazándiból ott kezdődött el a választott távval és az önmagukkal való küzdelem.